Országosan és Tolna megyében is egyre több a koronavírussal megfertőződöttek száma. Mint az a napokban kiderült, Pakson az önkormányzat fenntartásában működő gyógyászati központ egyik munkatársa igazoltan fertőzött beteggel érintkezett. Az érintettet karanténba utalták és tesztelték. Ennek hatására a megelőzés érdekében Paks polgármestere elrendelte a tömeges tesztelést az egészségügyben. Augusztus 25-én dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója tájékoztatott arról, hogy az egyik munkavállalója kontaktba került egy koronavírus fertőzöttel. Ennek nyomán én azonnal elrendeltem mind a Paksi Gyógyászati Központ munkavállalóinak, mind a Paksi Életve Idősek Otthonának a munkavállalóinak, illetve az ott lakóknak, a gondozottaknak a tesztelését. Összesen mintegy 400 főt tesztelnek kötelezően az atomvárosban az önkormányzat költségén. A paksi életfa idősek otthonában ideiglenesen elrendelték a kijárási és látogatási tilalmat.